És meg is érkeztünk Balaton-Almádiba. Gyönyörű a kilátás, csak úgy mutatnám, hogy mekkora az ablakom. Még hátrébb kell menni. Ez így. Ez itt Balaton-Almádi, ez így végig. És ott a Balaton, meg ott is. De itt is van Balaton. Itt a szobám, itt két ágy van. Ott a másik szoba, ott is két ágy van. Itt vannak a székek, és akkor ide le lehet ülni, és nézni a Balaton. És mutatnám a fürdőszobát, hogy mekkora a fürdőkád. Na, itt is van a fürdőkád, hogy így ekkora. Tehát, hogy most ez így nem látszik, hogy mekkora, de hogyha így belelépek, így. Tehát, hogy most így, most fekszem, és ott a lábam nem éri el a végét. Na mindegy, ezt akartam megmutatni. Lépjünk. Ott látható a szállodánk, és itt kijöttünk ezen a múlón. Itt vagyunk ezen a múlón. Itt van a Balaton, mindenfelé, és ott pedig a gyönyörű naplemente. Még elsétálunk ott arrafele. Úgy. És ez egy teljesen szép kis múló. Ott látható a szállodánk, amire rásüt a nap, ott. És ott van a Balaton, gyönyörű naplementébe. Most indulunk az Óvári kilátóba, és közben itt egy alagút, egy vonattal együtt. Itt. Meg is érkeztünk az Óvári kilátóhoz, hát egy ilyen meredek úton, egy 20-25 perces séta a parttól, de ez nagyon kényelmes tempóban, és akkor mutatom is a kilátót. Ott van, és egy ilyen szép kis téglaút vezet föl. De még van még egy szint itt lejjebb. Itt van ez a lejjebbi szint. Hát azért jó nagy területet belátni. Minden itt van. És ott a Balaton, és ott a szállodánk. Ott van. Hát a Balaton jó nagy. Még itt is van, és ott a vége. Ott. Na mindegy, akkor menjünk fel a kilátóba. Hát a kilátóból sem látunk sokkal többet, ugyanazt látjuk, csak egy 2-3 méterről magasabbról. Ott a szálloda, még egyszer. Hát ez szép. Én azért ide költöznek szívesen. És itt a kilátó, vannak itt padok, a közepén egy, hát mi ez, kuka? Nem, csak egy betonálvány. Na mindegy, de szép. Ott is vannak hegyek. És ott a naplemente. Ezt le kéne videóznom. Ott. Hát ez nagyon szép. Oda fogunk fölmászni a Szigligeti várba. Ez itt a Szigligeti vár, az, és ez, amiben most vagyok,
az egyik bástyája, és azért van innen kilátás. Hát most itt vagyok a Szigligeti várba, ott is az, és arra is mind az, nem mondanám, hogy kis komplexum, és elég magasról belátni mindent. Itt a többi része. Itt láthatóak a Szigligeti várban a korabeli sniperek. A kígyócska, itt van. Ott a kígyócska. És itt van még egy másik. Hát de itt ki van heggesztve, szóval nem lehet. Nos. De azért jól néznek ki, és azon, a másikon még van célzó is. Úgy. És ott a Balaton. Az pedig a Badacsony. Elindultunk a Koloska csárdától, a Koloska tanösvényen, és elvileg a tanösvény végén lesz egy vadaspark is, itt egy patakocska, itt az út, innen jöttünk, és itt kell majd tovább menni, és ott van egy pár pad és kuka és grillezőhely, ott lehet sütögetni, megmutatom azt is. Itt van pár pad, egy kis ház, hogyha esik az eső, oda el lehessen bújni, tüzelőhely, itt van fa is, és itt az asztal, és ott a kuka. És ott megy a patak, ott. Megérkeztünk a Koloska Völgyi Vadasparkba, azt el lehet olvasni. Így fókuszálunk rá. Jó. Itt a kapu. És akkor itt lehet tovább menni. Ott is vannak padok, kuka, és ott egy szobor. Ez a szobor szerintem egy vadász a kutyájával, de nem biztos. Nincs kiírva. Nincs. Ott vannak muflonék. Ott. És magaslesek is vannak a területen. Ott van egy, oda föl lehet mászni.
És itt vannak fűrjék. Itt. Ott van egy. És itt van ilyen kis sátorszerűsége is. Ez innen lehet jobban látszik. Nem. Na, ki lát itt fűrjeket? Ott vannak. Itt van egy. Először is ott. Ott mászik, és ott van a zavarban három is. Ott kettő, és ott mászik egy. És itt van benn is egy. Ott. És itt is mozog egy. Cukik. És ott van a kis házikójuk, ott egy csomó van. És ott látható a fűrtojás, ami finom és egészséges, és elvileg drága is. Itt ez a foglyok ketrece. Ott van egy fogoly, az a hím, és valahol ott balra volt, ott a balra volt a nőstény. Hát most itt nem látom. Na mindegy, de van egy migráns fűrünk ott. Az migráns, mert itt a foglyoknak van a helye. De hol van a nőstény? Ott lebújt a fűbe. Na mindegy. Most itt vagyunk a vadászlesbe, ott vannak a muflonok. Ott a foglyok, és ott vannak arrébb a fűrjék. És ott a hegyek. Ezek itt a gímszarvasok, és ott van kettő. Ott egy, és mögött áll a másik. Most pont erre fele néz, kicsit lefele és erre. Ott vannak. Szép vagyok. Itt vannak a gímszarvasok. Ott kettő. Az egyik felénk néz, a másik meg eszik. Nem, az másik irányba néz. Itt vannak a dámszarvasok, vagyis csak egy darab. És a ketrecében van még, ha jól látom, négy kecske. Ott. És itt is van egy kilátó, vagy vadászles, oda is felmegyünk. A vadászlesből pedig ilyen a kilátás. Ott is hegyek, ott egy kis puszta. És ott vannak a dámszarvasok. Amiből továbbra is csak egy darab van. És ott van egy másik vadászles, ott az a kis tetős. Ott. Itt egy kis híd. Ott volt az a vadászles, és most átkelünk a hídon. Átkeltünk a hídon. Minden fát megtámadott ez a sárga gomba. Mindegyiket. Itt az egész erdő, és minden fa ilyen sárga. Az is. És itt vannak állatnyomok. Ott. És ez nem kutya. Ez ilyen őzike, vaddisznó, ilyenek. Ezt az ösvényt pedig állatok járták ki. Sümeg felé keresztül jöttünk Nagyvázsonyon, és itt található a Nagyvázsonyi vár, ami Kinizsi Pálé volt, aki
Mátyás király egyik hadvezére volt. Ott a pénztár, és ott van a vár. És itt még régen nem busz megálló, hanem postakocsi megálló volt, ott a tábla. Postakocsi megálló. Megérkeztünk Sümegre, és ott van szemben a sümegi vár, és fúj a szél. Egyre közelebb vagyunk a várhoz, már itt vagyunk ezen a kis kőlépcsőn, és megyünk föl a sümegi várba, majd onnan is csinálok jeleneteket. Felértünk a várba, itt a vár bejárata belülről, és itt pedig fűszernövénykert van. És itt a fal, és arra pedig van egy kutya, ott bent, az őrzi a várat, ott van bent. Itt is van egy ágyú, ami teljesen hasonlít a tegnapi szigligeti várban lévő ágyúhoz. Ez egy kicsit nagyobb, és vastagabb a csöve. Itt pedig a vár hídja van, ami föl van engedve, és szerintem egy pénz is lesz bent, de itt nincs. Azt még nem említettem a függőhíddal kapcsolatban, hogy ez az úgynevezett, oda van írva, farkasverem, és nem ez a farkasverem itt, hanem ami itt van, és aki ide jött, és beleesett itt a gödörbe, az ott felszúródott a cölöpökre, és ez a függőhíd ilyen mérlekhintaszerűen van megoldva, tehát ott is gödör van a túloldalon, meg itt is, és ott a mozgó része. Itt is vannak még ágyuk, amikben nem ez a golyó kell, mert ez a kőhajtóba kell, ebbe csak egy kicsit nagyobb kell, mint az átlag méretű. Itt látható a sümegi vár belsőjében egy kovács műhely, ott a fújtató, és ezt melegíti föl, nem, ezt gyújtják be, és itt beleteszik a formálandó eszközt, és megformálják benne ott a tűzbe. Ott ezzel nem tudom, hogy hívják, amin ülő, amin verik a még meleg vasat, formába verik, azon kést éreznek, ezt így forgatják, így, és akkor ezen élezik a kést. Ott pedig az elkészült patkók láthatóak, és a szerszámok a kovácsoláshoz. Itt pedig a kovács műhely mellett egy kerékjavító műhely található. Itt vannak a kerekek, egy csomó, ez például törött kerék, az egybelévő kerék, ott is. És itt meg lehet őket javítani, és ott van egy csomóféle méretű és élű gyalú. Itt látható egy régi boros pince, itt vannak különböző méreti boroshordók. A püspök úrnak ekkora, ez jó nagy, tehát ekkora a kezem, így kész. A várkapitány úr is hasonló, egy picit kisebb. A várúrnői ekkora, a várnagyi ekkora, a várvédőké egyre kisebb. A kapu őrök, hát egész sokat kapnak, ahhoz képest, hogy csak őrizik a kaput. Asztalosok is sokat kapnak, és itt meg ezek a ligisztak sólymászok, ez nem nagyon látszik, de ide az van írva, hogy sólymászok, az van nagyon pici, lovászok, csepürágók, az meg ágyasok, de lehet inkább ágyúsok. Hát ezt már nem tudom, hogy hívják, talán nem biztos, hogy borkészítő, vagy szőlőfacsaró, na mindegy, bele kell tenni a szőlőt oda, ezt így meg kell forgatni, és akkor ott itt kijön a szőlő. Ide, oda be a gödörbe. Ez pedig hasonló, csak sokkal nagyobb. Itt bele kell tenni a szőlőt, nem látszik, mindjárt megpróbáljuk. Na mindegy, ott bele kell tenni a szőlőt. Ezt a kart meg kell itt húzni, így tekerni, és akkor abba a nagy gödörbe, oda kijön alulra. Hát bor vagy mus, nem tudom.
vagyunk a vár legtetején, és hát sümeg nem sem pici. Mert még ott is tart, és még a vár túloldalán is tart. Itt is egy ágyú. Ennek elég vékony a csöve. Kezem már be tudom takarni. De még ott is van sümegből, ott. Meg még arrább lent is. Hát igen, nem kicsi a sümegi vár. És sümeg sem annyira pici. De nagyon jó. Voltak itt különböző játékok, itt megmutatom. Ott volt lengőteke. Ott volt, ott előtte van egy ló, és le kellett szúrni. Ott ilyen kibillenthető dolgok voltak. Az hordólovaglás volt. Ott egy fadarabra kellett karikákat dobálni, az pedig, az már nem látszik, a többiről meg megcsinálhatom filmet. És megmutatom a naplementét, mert az nekem mindig tetszik. A szép naplemente, ott ilyen szép narancsárga. Fókusz. Nagyon szép. Ezt helyen a Festetics kastélynál. Itt vagyunk a kastély melletti parkban, ahol van egy kis tó, egy híddal együtt, és néhány szemdióval most ide csalogatjuk a halakat, és ott van egy gigantikus aranyhal. Több is van. Csak... Igen, most így látszik. Van egy nagy fehér, és egy nagy arany. És ott a kastély. Ebbe a parkba találtam egy olyan növényt, ez így néz ki. Tehát ilyen földből gyökerező, hát ilyen dzsumbújszerű, aminek az ágai, hogy ez ott jön ki a földből,
És nem tudom, mennyire látszik, de ez szőrös. De ilyen olyan szőrös, hogy ilyen tök fura anyaga van. De nagyon kényelmes fogdosni. Itt vannak festetítség betolakodói, a vakondok. Hát itt kész vakond lakótelep van. Látható szerintem legalább, hát egy 1000 túrás itt biztos van. Itt végig ez mind vakond túrás. Durva. Itt van a Festetics kastély és a hozzátartozó parkrész térképe. Itt van mi micsoda. Innen kezdtünk az egyestől, aztán elmentünk ide ehhez a kerti tóhoz, és most megyünk a négyeshez, és a négyes a vadászati és történelmi modellvasút kiállítás. De van még sziklakert, oroszlános kút, nyári színház, ott meg már csak utcák vannak. Itt van a keszthelyi összekötő vasúti híd, ami elég nagy, de mégsem nagy, mert ez egy modellvasút, és látható, egy cipő akkora, mint az egész sím. Itt van, amit mondtam ott az előbb a térképnél, a Vadászati Múzeum előtti kis modellvasút, ami jó időben egy kis vasút megy. És itt van a híd. Mellette egy kis kerti tóval. Ez egy vapiti.